A motosport veszélyes. Életveszélyes. Ez az első dolog, amit belevernek mindenki fejébe, aki bármelyik válfajával is elkezd foglalkozni. Ehhez képest az elmúlt hétvégén mind a Form 1-ben, mind a MotoGP-ben elég könnyedén dobáloztak igen fontos döntésekkel. Szerintem érdemes beszélni róluk. sziasztok, én Haraszti állam, vagyok, a Sport TV és ugyan jelen pillanatban éppen pont nem közösítek semmilyen motorsportos sorozatot, de azért a korábbiakban volt rá példa bőséggel, nagyon sokáig közvetítettem ugye a MotoGP futamait, egy időben itt a Sport évén, már ugye a Turautó világkupa versenyei, de egyébként szoktam dolgozni motorsportos eseményeken, akár a Hungaroringen, akár különböző magyarországi rally versenyeken, szóval érdekel a motorsport, szeretek is foglalkozni vele, és hát ez most egy olyan történet tényleg mind a Formegben, mind a motogp amivel kell is foglalkozni, azt gondolom, mert nem biztos, hogy jó irányba haladnak a dolgok bármelyik sorozatban. Nyilván az Ausztrál nagydíjon történt eseményekről hallottatok sokkal többen valószínűleg, ahol ezek a piros zászló szituációk borzolták elsősorban a kedélyeket. Az első még egy jobban védhető döntés azt hiszem álbon esetében. A verseny végén történtek viszont sok szempontból nehezen emészthetők és több versenyző elég nehezen is emésztette meg, és egyébként is gondolkozni kell rajtuk, mert nagyon rossz precedens azt gondolom. Nem véletlenül, hogy nagyon sokan már azt a bizonyos kutamot hozták elő ezzel kapcsolatban, ahol ugye Max Verstappen megszerezte az első világbajnoki címét, több mint vitatható körülmények között, mert ott bizony, akárhogy is nézzük, az utolsó körökre eléggé hajlongatták a szabályokat máziék. A mostani verseny befejezése is, mint hogy egy kicsit abból következett volna, semmiképpen nem akarták azt ugye, hogy sárgazászló alatt a biztonsági autó mögött körözve érjenek célba a versenyzők, Egyébként is ugye problémát jelentett már az is, hogy több alkalommal kellett újra rajtoltatni a futamot, amivel kapcsolatban eleve ugye a félbeszakítás intézménye egy elég érdekes kérdés. Ában esetében ugye azért törmelék volt a pályán, szerelni kellett a korlátot, ott jobban érthető volt a dolog. Magnuson esetében már sokkal kevésbé, mert ott tényleg olyan sok minden nem indokolta azt, hogy meg kelljen állítani a mezőn, és ne lehessen megoldani azt, ami történt a pályán, tényleg miközben a biztonsági autó mögött köröztek a versenyzők. Azt én értem, hogy az egyszerű néző számára ugye nem izgalmas, hogyha egy versenye a sárga zászló alatt ér véget és nincsen valódi küzdelem az utolsó körökben a pozíciókért, de az, amely tisztában kell lenni, hogy a versenyzők élete forog kockán minden egyes pillanatban, és amikor így kell újraindítani ennyire feszült körülmények között egy versenyt, ráadásul még akár álló rajta is, az bizony olyan dolgokhoz fog vezetni, amit most is láttunk, és még a versenyzők egészen olcsó megúsznák ezt a történetet ezúttal azt egyszer és mindenkor a világosság kell tenni, hogy bármennyire is egy csomó szempontból jó irányba halad a forma egy, ami tényleg az események promotálását illeti. Magának, a versenybíróságnak teljesen függetlennek kell lennie, azt gondolom mindenkitől, és az ilyen döntéseknek csak is és kizárólag a sportszakmai alapokon lenne szabad eldőlniük. Azt hiszem, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a hétvégén az Al Ausztrál nagydíjon ezek a dolgok nem így történtek. Ami a motogp illeti, hasonlóan konkrét döntés, mint olyan, talán nem akadt az elmúlt hétvégén, ami ennyire borzalta volna a de egy mindenképpen kiemelendő, méghozzá Mark Marquez büntetésének esete, amelyel kapcsolatban ugye annyit érdemes mindenféleképpen tudni, hogy az előző futamon volt egy nagyon szerencsétlen manőver, ő okozott egy bukást, aminek köszönhetően ő és Miguel Övelyre is kénytelenek voltak kiadni az argentin nagydíja. Az esetet követően már ezt megbüntették, aminek a letöltése, hogy az argentin nagydíjra lett volna esedékes, viszont már nem tudott eljönni erre a versenyre, amelyet követően végül is úgy döntöttek, hogy megmásítják az eredeti ítéletet, már a hosszú körös büntetését, akkor kell majd letöltenie, amikor első alkalommal vissza tud térni a mezőnybe, és valóban versenyezni is tud. Ebben a szituációban ugye az a nagyon faramúc, hogy én abszolút meg tudom érteni, és el is tudom fogadni a döntést önmagában, hogy már mindenképpen kelljen letölteni ezt a büntetést, és ne úszta meg ennyivel, de legyünk őszinték, önmagában az is elég nagy büntetés a számára, hogy már nem tud versenyezni annak pedig nagyon rossz üzenete van, hogyha egy döntést utólag másítunk meg, csak azért, mert rájöttünk, hogy az eredeti szövegezés rosszul lett megfogalmazva. De nem is emiatt szerettem volna egyébként elsősorban megemlíteni a MotoGP-ben történő dolgokat, mert ott tényleg inkább egy hosszú távú folyamat az, amiről szerintem mindenképpen beszélni kell, amiről Metoxli a kedvenc MotoGP szakíróm is írt egyébként még a hétvégi eseményeket megelőzően. Ez pedig ugye a sprint versenyeknek a fogalma, amivel kapcsolatban a MotoGP egy picit szerette volna megelőzni azt hiszem a Forma és kicsit talán fullba is nyomja a kretént jelen pillanatban. Ezzel kapcsolatban azt is érdemes megegyezni, hogy a MotoGP-ben egyébként is dolgozik némi racionalitás, meg némi kisebb rendőségi komplexus is akkor, amikor sok mindent próbálnak a formátjhez igazítani. Elsősorban a versenynaptárat arra kínosan figyelni szoktak, hogy MotoGP futam konkrétan akkor, amikor formegyes verseny zajlik, semmiképpen se rajtolhasson el. Ez teljesen érthető, hiszen nagyjából hasonló közönségre pályáznak, de azért az látszik velük kapcsolatban, hogy sok mindenben próbálják majmolni is a Forma a szükségtelenül, sok mindenben pedig próbálják is akár megelőzni őket, kicsit a sprintfutamok intézménye is valami hasonló. Azt rögtön hozzátehetjük, hogy a Superbike VB-ben egyébként már ez egy bevett dolog tulajdonképpen, még hogyha hivatalosan Superpol versenyek is hívják, ugye ott a sprintfutamokat, ott összesen két nagy versenyt rendeznek egy hétvége folyamán, és ott is a sprintfutamért kapnak pontokat a versenyzők, de pont azért, mert van két teljes távú futam, sokkal kevésbé jelentős hogy miért próbálják mind a Forma mind a MotoGP-ben nagyon erőltetni ezeket a sprintfutamokat, az viszonylag egyértelmű, a rövid versenyek sokkal intenzívebbek, sokkal több esemény történik, sokkal izgalmasabbak, maximálisan meg lehet érteni tényleg a dolgot. Életem egyik legemlékezetesebb közvetítése volt 2008-ban Mezei Dani amikor az Asszani 125-ös futamot mindössze öt körre indították újra egy piros zászlót követően. Talmácsi Gábor akkor ugye győzni tudott, egy egészen frenetikus futamon, ahol tényleg minden kanyarban volt akció. Ráadásul ugye a 125-ös mező, hogy most már Moto3 mindig is hatalmas volt. Ott konkrétan a győzelemért több mint 10 gyakorlatilag még az utolsó kanyarig is. A motiváció tehát ezekkel a versenyekkel kapcsolatban nagyjából hasonló, mint amit látunk itt a rövid újraindítással kapcsolatban Ausztráliában, vagyis az, hogy valódi verseny legyen intenzív, ami tök jó a nézőnek, viszont baromi veszélyes a versenyzők számára. A formájban még egy fokkal szerencsésebb ugye a pilóták helyzete, hiszen ezért az autóikban sokkal védettebbek, mint a motorversenyzők a saját járműveike. A motogp szerencsére elkerülték a halálos balesetek Márko Simoncelli esete óta, de a kisebb kategóriákban bőven akadtak sajnos ilyen esetek, nem véletlen, hogy csökkentették az indítató versenyzők létszámát az alsó kategóriákban, és emelték ugye az alsó korhatárt is. Ehhez képest most ugye egy MotoGP hétvége úgy néz ki, hogy rögtön már az első két szabad edzésen menniük kell. Az időkért a versenyzőknek nincs idő nagyon próbálgatni a beállításokat, a motorokat ráhangolódni a hétvégére, mert minden egyes kör számít, hiszen azok alapján dől el, hogy kik jutnak be már a kvalifikáció második szakaszába, és kiknek kell esetleg már a Q1-ben részt venniük egy szó mint száz, nincsen olyan pillanat, amikor igazából nyugodtak tudnak lenni a versenyzők a hétvégén, ahogyan megkezdődik az első szabad edzés, tényleg mennie kell mindenkinek. és Eszpárgáró nyilatkozata volt ebből a szempontból talán a legérdekesebb, aki egyébként egyáltalán nem nevezhető, ugye gyáva versenyzőnek, és néha egészen kemény manővereket szokott meghúzni. De ő fogalmazott úgy, hogy neki az egyik kedvenc filmje a Gladiátor, de amit ott csináltak azok, akik a Kolosszomban harcoltak egymással, az persze nagyon látványos volt a nézők számára, de ha megkérdezték volna a gladiátorokat, hogy szeretnének -e ott lenni, hát nem valószínű, hogy igennel válaszoltak volna. Kicsit hasonló a helyzet most a MotoGP versenyzőkkel is, nem sokan kérdezték meg őket azzal kapcsolatban, hogy szeretnének egy sprintfutamot, ami kétségtelenül látványos, de roppant veszélyes. Az pedig önmagában is beszédes, hogy Joan Mir sérülése a mostani sprintfutamon azt jelentette, hogy az argentin nagydíj díj főversenyén mindössze 17-en tudtak elrajtolni, vagyis mindössze kettővel többen, mint pontot szerezhettek volna a verseny végén. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az irány jelen pillanatban a Form 1 és a MotoGP-ben sem tűnik helyesnek. A hétvégi események, mintha valamit elindítottak volna az 1 nál a MotoGP esetében viszont egyáltalán nem vagyok biztos, hogy észlelték a problémákat. Az maximálisan érthető, hogy mind a két esetben a promóter szeretné izgalmasabbá tenni a saját termékét, de az, hogy tovább kockáztassák a versenyzők életét, nem hiszem, hogy a helyes utat jelenteni de persze kíváncsi vagyok arra is, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Alapvetően a sprint intézményéről, akár a formájban, akár a MotoGP-ben, és az újraindításokról. Szerencsés dologja az, hogy álló rajta kezdenek újra egy versenyt a piros zászlót követően, és az is, hogy ilyen könnyedén dobálóznak adott esetben a piros zásztóba. Ami a MotoGP esetében egyébként sokszor éppen ellenkezőleg szokott működni, hiszen nagyon gyakran látjuk azt, hogy néha az istenek sem akarják félbeszakítani a versenyt, pedig roppant indokolt lenne. Szóval írjátok meg mindezzel kapcsolatban a véleményeteket a kommentek között, ha pedig tetszett a videó, létszik, nyomjatok rá a Szeretnétek még hasonlókat látni a később, akkor azt is írjátok meg, mert viszonylag keveset szoktam foglalkozni itt a csatornán motorsporttal, pedig egyébként tényleg nagyon közel áll a szívemhez. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha esetleg a csatornára, akkor jó esélye találkozunk még a későbbiekben is. Sziasztok!